A foci világbajnokság, akkor esélylatolgatás. Nézzük 2006-ban, kinek szurkoltak a marcaliak. Ki nyer ma? Argentína. Játék és muzsika 10 percben. Argentínának. Én is. És a VB-n ki lesz a nyertes? Brazília. Talán az Argentína. Hát én eredendően a hollandoknak drukkoltam az elején, de ők kiestek, most a portugáloknak. De ezen a mostanin az argentinoknak. Miért pont neki? Hát mindig az a csapatok, amelyek szerintem játsszák a focit és szeretik, tehát támadó játékot játszanak. Egyértelműen a németeknek. Németország, Argentína. Argentína. Mi lesz a vége? Német győzelem egyértelműen. 3-1 a németeknek. 2-0 Argentina, Tevez, Crespo. Foci suliba jártok? Igen. És akkor most együtt jött ki az egész csapat? Igen. Ki fog nyerni a VB-t? Brazília. Anglia. Brazília. Brazília! És a mai meccsen, ma Németország, Argentína van, szerintetek? Németország! Argentína! Németország! Szóval akkor nem egyértelmű? Nem! Argentínának. Én is. Szerintem németek. Hogy miért? Mert otthon játszanak. Ilyen egyszerű. Mindig is így volt, nem? Argentina akkor nyert, amikor Argentinában volt VB, németek meg akkor Németország. Brazília nyeri. Miből gondolod? Hát ők a legjobbak. És az európai csapatok? Hát azok még csak utánozzák őket. És mai mérkőzés? Hát ez döntetlen lesz és hosszabbítás. Hát én az egész VB-n az olaszoknak, de most az argentinoknak. Remélem ők nyerik. És mit gondolsz, hogy a végén ki lesz a befutó? Egyértelmű az olaszok. Kétség kívül. Hát most egy kicsit gyengén játszottak, de most majd összeszedik magukat negyeddöntőre. Olaszország. Miből gondol? Jó kérdés, mert jól játszanak. Mai meccsről mi a véleményed? Hazai siker egyértelmű. Európában csak európai csapat győzhet. 3 VB-vel később már más esélyesekért izgulhattak a drukkerek. A nagy esélyesek korán kiestek a bajnokságból. De a foci BB-t? Ha igen, akkor kinek szurkolsz? Hiszen úgy tudom, hogy te azért a fociban eléggé otthon vagy. Természetesen, és Horvátországnak szorítom. Nincs konkrétan általam favorizált csapat. Én inkább azért szurkolok, hogy valamelyik kis csapat nyerjen, vagy jusson minél messzebb, hogy mutassák meg, hogy nem csak az a néhány nagy megaóriás van a fociban. Hát talán az Uruguay, az argentin válogatott, aki valójában nem érdemli meg, de a Messi, igen, majd meglátjuk. Nem igazán érek rá, mert túl sok a koncert, de hát normális esetben általában az argentinoknak, de most már a brazilok maradtak. Már reménytelen helyzetben vagyok, mert szurkoltam az argentinoknak, meg a spanyoloknak, meg a horvátoknak szurkolok még, hát bennük még azért bízom. Kevésbé nézem most idén, de tényleg a szomszédország, Horvátország szimpatikus, ahogy tényleg hozzáállnak, látszik rajtuk a küzdeni akarás, úgyhogy azt mondanám, hogy így nekik, mint testvér ország úgymond. Nagyon sajnálom, hogy a Németország nem jutott tovább, nem jutott ki a csoportkörből. Nyilvánvaló majd a szakemberek kielemzik, hogy egy olyan ország, amire ugye Gary Lineker mondta azt, hogy 22 ember játssza a focit, és mindig a németek győznek. Hát most sajnos ez nem így következett be. Oda kapcsolok, akkor végig szoktam nézni azért a meccset. Hát így igazából a horvátokat szeretem, meg a belgákat. És hát én így nekik szurkolok. Hát én nem tudom most hol tartunk, azért vagyok egy kicsit gondba, mert én az elején azt mondtam, még mielőtt elkezdődött, hogy szerintem a franciák fognak nyerni, de hát segíts ki, hogyha ez még megy ez a dolog, mert most tegnap előtt a napokban nem nagyon volt időm nézni, és nem tudom, hogy ők most hol tartanak. A foci VB-t én is nézem, mert három férfi van a családban, úgyhogy a foci az népszerű. Hát, hogy kinek szurkolok? Nincs igazán kedvencem, én a jobbnak szurkolok, a legjobbnak legyen a legjobb a VB bajnoka. Az orosz foci VB tartogatott meglepetéseket, mégis a közönség igazán jó összecsapásokat láthatott 2018-ban.